A berlini Sárité kórház vizsgálatai igazolják a gyanút, hogy Alexei Navalnyi orosz ellenzéki aktivista mérgezés áldozata lett, jelentette be a kórház hétfő délután. A német kormány már korábban rendőri védelmet biztosított Navalnyi-nak. A gyanú nem az, hogy Navalnyi úr súlyosan megmérgezte magát, hanem az, hogy valaki más mérgezte meg, mondta Angela Merkel szóvivője. Amire sajnos van példa a közelmúlt orosz történelmében, ezért a világ ezt a gyanút elég komolyan veszi. Deswegen nimmt die Welt, denke ich, sehr ernst. Vladimir Putin egyik legelszántabb kritikusa számos nagyszabású korrupciós ügyet tárt fel, és az elnök választáson is indulni akart, de kizárták a jelöltek közül. Az Omszki kórház orvosai a szervezetében nem találtak mérget, viszont azt mondták, nem bírná ki a szállítást, ezért napokig nem engedték elvinni Berlinbe. Az orosz ellenzéki politikus mesterséges kómában van, állapota kritikus, de stabil.